Sziasztok, kacok! Üdvözlet mindenkinek a Hotline Miami-nál. Ez így egy kis határszünet volt. Lényegében teljesen ok nélkül. Csak egyébként igazából csak hátra néztem, úgy be tudok menni? Na, nem, hogy nem tudok bemenni. Mert is tudnék bemenni a haza. Puszert csajnos, nem igaz? Na, inkább folytassuk és a játékot ott alapba hagytuk. Szóval, várjatok. Oké, itt van. Közben én a telefonomat nyomkodom, ti eddig ezt olvassátok el szépen. Azért nyomkodom a telefonot, mert nekem kell, oké, most már van rakva. Ezeket nem olvasom fel, mert el lusta fasz vele, illetve nyugodtan felolvashatjátok, attól még klik, oké, ezt felolvastam. És gyorsan hozzuk is a csíkot, mert ide jön összeverni egy-két embert, nem igaz? Sőt, nem össze, hanem inkább halálra. Ez az ötödik chapter, amihez kapcsolódik egy Steam-es achievement, amit én most meg is fogok csinálni, ami azt jelenti, hogy puszta kézzel kéne megcsinálnom ezt a chaptert, ami azt jelenti, hogy Tommy-val fogok most menni. Mert ő neki ugyebár minden ütés egyenlő kill. Szóval most ide megyek, és látjátok, már halott is a csávó, pedig ebben húztam neki. És hál' Istennek hoppá meghaltam, hál' Istennek, mert a kutyákat is meg tudom ölni a ütésből. Mert ugyebár amúgy fegyver kell a kutyának a megöléséhez. Muszáj fegyvert használni, különben szépen átult felette. Oké, a kutya még nem látott meg engem, de bum, le is ütöttem. Ó, ez elég merész volt tőlem, amiket így befutottam, de se baj. Ez a rohadék még él. De kitartom a nyakát erre a faszhoz önére, és te rohadék, mert jöttél ki abból a szobából. Oké, ennyi elég a bénázásból. Inkább a csávó vegyen észre. Sokkal könnyebb úgy. Rólad majd megfelelkeztem, de most miért nem haltok meg elsőre? Csak az én dolgomat nehezítettek meg. Te rohadt kutya! Wow, ez most nem megy olyan jól. Végülis elég rég játszottam ezt a játékot, az persze nem jelenti azt, hogy... Nem kéne azt jelenti, hogy ki is jöttem a játéknak a... Hogy is mondjam ezt? Az, hogy... Hogy tudom játszani a játékot? Szóval értitek, ügyesség. Mondhatni ügyességnek is, de én nem gondolom, hogy ügyes vagyok ebben a játékban. Nem vagyok olyan rossz, de utálom magamat fényezni, szóval én inkább nem is mondok semmi olyat, hogy ügyes lennék, vagy sem. És ez itt húzós lesz. És... Oh, franc. Én... Sokra talált. És tényleg várok, még felkelsz, mert nem akarok véletlenül sem felvenni egy fegyvert. De azt nem is az pénzre veszem fel, hogy nem is kell félnem semmitől. Nem mindegy, hova kell tovább menni. Hol van a tovább? Ja, ott a lépcső. Ezt hogy nem vettem észre. Ah, mi a fasz? Észre sem vettem ott azt a csávot. Nagyban Brunyáli, meg észre sem veszem. Na, először ezt a szobát tisztítsam ki itt, vagy menjek át el. Inkább először ezt kitisztítom. Itt, ugye? Oké, ezt nem itt terveztem. De se baj. A barátunkat észrevett engem? Igen, észrevett, de... Hamar... Arról hagyjál meg! Hamar, de is rendezte a dolgot. Na. Arról hagyjék. Gyertek meg, köszönjük. Na, te ott. Ennek egy shotgunja volt a szarkó, ezek szerint közel volt, itt meg van egy macséta, vagy ez egy cső, fogalmas is. Hű. Én, eddig ez nem is megy olyan rosszul. De, ez itt már húzósabb lesz. A franc. Rendben. Neki csak egy... Na, oké. Ez nem is... Ez egész könnyű volt. Sokkal nehezebbre számítottam. Meg is van, akkor már az achievement-em gondolom. És miért tettem ekkor a kerülőt? Ja, úgy néz ki, hogy meg is van az achievement-em, ennyi volt a chapter. Ez egy kemény 3 perces chapter volt, rövidebb is lehetett volna, hogyha nem halok meg párszor, de... Se baj. Flexibility 0? Há, haver. Rohagy. Ezeket nem tudom itt elnyomkodni, az nem nagyon izgat engem. Egy szép. Kap be, haver. Oké. Na, mi van itt? Good evening, how are you doing? You look a bit distracted. Something got you worried. These are harsh times we are living in, I know. Haven't seen many customers lately. Remélem, jól lehetettem ki. Ilyen alapszalkat nem tudok érteni. Maybe they've lost their taste for pizza.
Hát persze. Maybe it's time to close shop once and for all. Na, inkább nezeld be boltot, tesó. Anyway, get your order right here. Take care now. Okay, köszönöm. Customer. Okay, jól mondtam. Videódás közben tudok azon gondolkodni, hogy hogy kell kiejteni ezeket a szarokat, és bepánikolok, aztán elkezdek sírni, és így végül elfejtem, hogy kell kiejteni a dolgokat, és most hol van a nőstény? Hol van a csaj? Csak pizzán élek, vagy mi van? Hol van a csaj? Na, ott fürdik. Hát bazd meg, itt használd az én vizemet. Hi, it's Dan from Hotel Blue. We need you tonight. Our receptionist went home due to stomach problems. And we have some VIPs who will be staying with us tonight. Today, make sure you give them a great stay. That will be your top priority this evening. Now get going. Click. Nagyon helyes. Okés. Oda nem akarok, nem mehetek be? Én nem mehetek be? Minek mondanám ez a csaj, hogyha nem csinálhatok be a dolgokat, amikor ezt van? És ez ki az a kömez? Ez az első végig játszás, amit nem lett volna itt. Ki a tököm ez a csáva? Vagy csak nem emlékszek rá? Különös. Nagyon is különös. 6. chapter, clean hit. Oké, akkor ez az 5. chapter nekem már meg is van. Tonyval voltam utoljára. Melyikkel voltam? Melyik maszkal nem voltam még? Akkor mindegy, akkor menjünk mondjuk a farkaston. Nekem igazából mindegy. Legalább egy késsel kezdek, ez egy pozitívum. Háj, hol jött valaki? Ó, ott van egy csomó fegyver. Lehet, hogy ezt a csávot is szépen megkés... Vécélés közben jól megkéselem. Milyen szar lehet vécélés közben megkéselni? És azt hiszem, hogy itt most fogok egy fegyvert. Mégpedig ezt a shotgunt. Mondom a shotgunt. Nem, inkább ezt. Kit öljek meg először? Mondjuk ezt a fekete csávot, de nem azért, mert azt is tudom. Vagy inkább azt, aki biztosan ellenség. Szóval ő ott. Oké, erre nem számítottam. Szóval... inkább szarok be, és nem is szarok mindenkit, akit meglátok. Bum! Ha! Mi a f... ott meg, ha full véletlenül megöltem egy embert. Beszélni se tudok. És úgy néz ki, hogy az automata fegyverek itt sokkal hasznosabbak. Oké, azt a szegény básított. Mi a fasz? Na, téged most megdobdak a... csak úgy viccből. És a te fegyveredet fogom használni, nem a kést. Rendben. Mi a f... mi a rossz emberrel lokkoltam rá, hát rohagy meg. Ez a játék néha egy mocskos kis troll. Rohagy meg! Oké, most sikerülni fog, én hiszek magamban. A zene motivál. És ez a zene jó. Ez egy bizik összele menele. Oké, nyugi, nincsen semmi baj. Csak lazán, hoppá, véletlen megöltem egy ártatlan csávot. De nem izgat. Oké, ti nem mentetek? Háj, oké. Majd a segéden, haver. Oké, titeket akkor nem is öllek meg. Úgy döntöttem. De úgy néz ki, hogy muszáj, szóval bocs, haver. Addig, mintha nem nagyon mehetnék tovább. Szóval bocsánat, kértek. Nem hagyhatok szemtanatot. Nem, mintha ezért lenne maszkom, hogy ne kelljen megölnöm mindenkit. Aha, oké. Itt másszom ki szépen az ablakon. Igen, pont utol a csávó az erkélyünk, mi lakosztályunkról. És most tök négeresen tartom ezt a gépfegyvert. Sőt, megdobtam, hogy aztán megfogjam és összeverjem a földön. És ez kibaszott húzós volt meg. Az üveg előtt állok. Vagy ez nem üveg? Nem számít üvegnek? Nem. Szóval bemegyek. És itt nagyba kivárom őket. És az utolsó csávon megöl engem. A utolsó csávon, mert ugye bár... szerintem én meg tudtam ölni pár embert.
hiszem, miért nem. Remélhetően meg is öltem pár embert azzal. Oké, okay, megint itt van a beszívottságú. Ja, úgy néz ki, hogy megöltem egy-kettő ember. Egy ember meghalt. Nagyon helyes. Ijjajajajaj. Hát igen, pont megakadtam a rohadt tüzében. Ezt meg totál elcsesztem. De... nekem ez valami... Valaki, ez a kombó is volt, ami azt jelenti, hogy több embert is megöltem. Nem láttam, hogy hanyas kombó, de... szerintem minimum egy kettes volt. Mégis hát, ja, minimum egy kettes, ez jól megmondta. Ja, kettő ember volt. Nagyon helyes, hogy meghalsz. Ez közel volt este, meg hogyha nem lett engem észre. És hoppá, ezzel a dupla csővel megölöm ezt a szegény fekete csávot. Szépen rajta hagyom az egeret. Úgy, és menjünk a kocsinkhoz. Mindegy, gyorsabban. Végre kinyíthatnak, egy kis nyit. És... miért mondom ilyen késve ezeket a dolgokat? Mert egy kinyílt az ajtó, amikor mondtam, hogy is kis nyílt. Mindegy. Na, hanyas lett. B-. Igazából nem is izgat annyira, oké, itt vagyunk a videótékában. Emberünk az, hogy hey my man, boy, I'm glad to see you. Have you been following the news about the killings? Now this is top secret, you can't tell anyone. But if I have a friend... but I have a friend who's in the police force. He told me there's rumors going around, there could be more than one perp. Maybe a whole bunch. A group of people wearing masks killing Russians. Az én vagyok. It's like it's from a movie or something, right? Well, I think it's fascinating. Right, so just grab any movie you want. It's on the house. That's what friends are for. Amúgy megint jönnek a kifogások. Azért olvasok ilyen kibaszott szaggatottan, mert ez a pixeles írás, ez elég össze tudja zavarni a szememben. De szerintek, hogy csak ok nélkül kifogásokat teszek, hiszen én a kifogások ember vagyok. És miért van víz a mell... kállam van. És ki nem mosogatott te? Te voltál, miért hagytad el a konyhát? Oké. Bla 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 bla. Szia baby. Nem el tudtátok olvasni ezeket a dolgokat, mert... én nem olvastam el, de van. Viszont most lelépek a kocsimba. 7. chapter. Neighbors. Neighbors akarom mondani. Oké, zsíjel. Nekem tök mindegy. Ő messzebbe tud látni, ami egész jó, olyan pont ezen a pályán használtam először a zsiráfot. És jól is jött, ha jól emlékszem. És a fekacsával megölt engem. És azt már csak fegyverrel tudom elintézni, szóval sietnem kell. De gyere, haver. Ez már lényed. Ennek meg milyen fura hangja volt, hogy egyszer előttünk. Ezt meg elcsasztam. Na. Ajaj. Csak nem fog üldözni a kocsimig. A francba te rohadt seggfej. Miért mondom ilyen sokszor azt, hogy seggfej? Oké, ezt valahogy éreztem, nem fogom túlélni. Ez meg itt elég húzós helyzet. Ajaj. Nem vagyok itt. Egyébként. Oké. Ezzel a dupla csövű shotgun el fog engem veletni a győzelemig. Pontosan el is vezetett engem, és ennek a csenefet a jobb fegyvere van, szóval... nem, neki semmi se volt, de itt van. Ugyanilyen dupla csövő, és nekem most hova kéne mennem? A számítógépen van valami? Nope. Lehet, hogy ezt az Uzit veszem fel inkább. Yep, úgy döntöttem, hogy az Uzit fogom. És itt van a lépcső. Rendben, felülmérem a terepet.
most bemegyek. Ezt elbasztam. Uram, atyám, mekkora mészeresen lesz, mészeres kombó szenszor. Vannak még itt emberkék? Ott van. Ez egy egész könnyű stage volt. Ott fasz kutyát elfagyni a faszomadat. Vannak ilyen számítógépes hackteléses dolgok, amikkel ilyen szikleteket lehet aktiválni. Én meg egyet sem aktiváltam, talán egy betűcsikret megszerezem. Ez meg MLG volt. Ez nem volt MLG, és meg is ijedtem ráadásul. Ez sem volt MLG. Ez végképp nem volt az. Én meg azt hittem, hogy halott vagyok, és mi a fasz? És levág az utolsó ember, hát én beszélek. Na, ezt mind a kettőt megaltam? Ajaj, ne! Mi a fasz? Rohadj meg! Ezt én sem gondolhattam komolyan. És nem volt töltelyem az utolsó emberre. Aztán felveszem a kést, és megyek a késsel, egészen addig, ameddig a fekete csávó nem lesz. Ha! Oké, ez közel volt. És most oda kell figyelnem, mert kettő töltelyem van. Most már csak egy. Igen, ezt minden közelebbről kell, hogy a csávót biztosan megöljem. Menjünk még egy emelettel feljebb. És a csávó már egyben is, hogy a szimatot fogott volna, miért nincs felém. Nem is volt olyan rossz terv. Veszek fegyvert, amiben még van töltény. És... nézek ezzel a fekete fiszkóval. Aki most majdnem elkapott engem is. Stage clean. Nagyon helyes. Akkor mondani clear. What the fuck? There's been a small change of plans. We have a prank caller at the telephone company. Why don't you go there and see if you can talk some sense with him? You know what I mean. Blah 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 street. Go there now. Floor IT. Click. Oké, azt mondom, a következő epizódra fogom maradni, mert viszont a következő részben is kacok, és addig is sziasztok!